Üzen az ősz, nyugodj le végre. Minek a lázas rohanás? Ülj le egy padra, nézz fel az égre, érintsen meg bűvös varázs. Ne rohanj el az élet mellett, engedd a szépet hatni rád. Akik megállnak, szépre lelnek, azokkal megáll a világ. A mai alkalommal Aranyosi Ervin üzen az ősz című versének kezdősoraival köszöntöm kedves nézőinket. Mi is megpróbáljuk mai adásunkban megállítani az időt egy melléklet erejéig, visszatekintve a július végén megtartott hertelendi falvi aratónapokra, amelyet 24. alkalommal szervezett meg közösen a szlovák és a magyar közösség. Műsorunk folytatásában egy magyarországi vendégcsoport látogatásáról számolunk be. 4 napos tanulmányi körutat tettek meg Délvidéken a Kaposmenti Társulás és a Völgységi Önkormányzatok Társulásának polgármesterei, akiket Délbánátban leginkább az aldunai székely településeken élő magyarok élete és sorsa érdekelt. Hertelendi falván és Pancsován kísértük végig a csoportot kameránkkal. Mellékleteink előtt munkatársunk Martinek Imre rövid képes összefoglalóját közöljük. Ezen kívül régebbi eseményekről is hírt adunk. Kedves nézőink, 761. adásunkhoz mindenkinek szép időtöltést kívánunk! A Vársaci Kulturális Központ és a Belgrádi Kollégium Hungarikum együttműködésében érkezett Vársacre szeptember 14-én az Anyaországi Fókuszcsoport Pécs arcai című fotókiállítása. A tárlat, melyet Szentgyörgyi Klára, a Belgrádi Szakintézet igazgatónője nyitott meg, szeptember 30-áig marad a délvánsági kisvárosban, hétköznaponként 10 és 13, illetve 17 és 19 óra között fogadva az érdeklődőket. Helyszínileg a Svetoszávszki trg 4-es lakcímmel rendelkező hadsereg otthon van. A Vársaci tárlaton Borbély Tamás, Harnóci Őrs, Kálmándi Pap Ferenc és Marsalkó Péter fotoművészek alkotásaiból kaphattunk ízelítőt. A torontálvásárhelyi Pipacsnőegylet a jubileum alkalmából ünnepi közgyűlést tartott vasárnap a József Attila Művelődési Otthon nagytermében. Emlékoklevelet adományoztak azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a szervezet életben tartásához, valamint az együttműködő intézményeknek, egyesületeknek. Dolgozunk, vagyunk 58-an a tagság, és csináljuk a hímezünk, kézimunkázunk, kiállításokra járunk. Évente kétszer, tehát van tavasszal a MIRK, ahol értékelik a kézimunkánkat, és az asszonyok ezt is szeretik, hogy meg legyenek jutalmazva. Nagy Irén nyugalmazott óvónő 25 éves tevékenységének eredményeként született meg a Pipacsnőegylet munkájáról szóló 2 dokumentumkönyv és 2 mintagyűjtemény. A jubiláló ünnepség alkalmából kiállításon mutatták be a kézimunkacsoport sok éves munkásságát. Jött ez az ötletem, hogy fölgyűjtöm a debelláson még föllelhető fehér és színes ímzéseket, amelyek már ilyen foszladozó régi szekrény aljáról szedték elő, és hogy ezeket a hímzés mintákat a Pipacsnőegylet hímzőasszonyaival fölújítsuk. Horti László, a torontálvásárhelyi helyi közösség tanácsának elnöke, nagyra értékeli a nőegylet tevékenységét. A helyi közösségnek sajnos semmilyen saját forrásai nincsenek, úgyhogy nagyon-nagyon minimális pénzösszeggel rendelkezünk, de azért a lehetőségeinkhez képpen mindig igyekszünk arra, hogy valamiféleképpen támogassunk minden rendezvényt. Pipacsnőegylet a folyamatos munkához szükséges anyagi támogatást a saját termékek értékesítéséből és pályázati pénzekből biztosítják. A Nyúlvadász Egyesület egyik legidősebb tagja Dóci András. 86 éves, de még mindig aktívan részt vesz az Egyesület tevékenységében. Azt mondja, hogy a vadászat régen másként működött. Akkoriban a legtöbb nyúlvadászat volt, fácáról csak néha hallottunk, hogy létezik valahol, de mi nálunk akkoriban még az nem volt divat.
A Torontálvásárhelyi Vadász Egyesület folyamatosan azon dolgozik, hogy növelje a vadállományt. Egyebek között fácánkeltetőt működtetnek. 100%-kal több fácánt bírunk így engedni, annyi pénzből. Mert azt a pénzt, amit adunk a fácányokért, adnánk a fölnyőtt fácányokért, mert annyi pénzből duplát bírunk nevelni. A vadászatot szabályozó törvények szigorú feltételeket szabnak, ezért komoly felelősség hárul az Egyesületre, mondja Nagy Péter elnök. Jelen pillanatban a tagozatunk 35 tag, abból van 4 dísztagunk, és fogyóba vagyunk már egy néhány éve, mert a körülmények olyanok, hogy az emberek eltávoznak, anyagilag nem bírják követni a befizetést, vagyis az életszínvonal olyan, ugye, és akkor elég sokat kívánnak tőlünk a Vajdasági Szövetségből. Az Egyesület vadászterülete közel 4600 hektár, abból 7 hektár erdőség. De viszont a vadászetika alapszabályait fontos betartani, mivel az nélkül a természetbe komoly károkat okozhatunk. Minden vadász szerintem természetvédő is, az idejének egy nagy részét kintölti a természetbe. A Torontálvásárhelyi Nyúlvadász Egyesület az ősz folyamán rendezi meg a 100 éves jubileumi ünnepségét. Már több mint 2 évtizedes hagyomány, hogy július utolsó hétvégéjén rendezik meg Hertelendi falván az aratónapokat, melyet a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület és a Jetván Szlovák Művelődési Egyesület mindig közösen szervez más helyi civil szervezetekkel karöltve. A 24. aratónapok kezdetén csütörtökön este a helyi emlékotthonban a Pancsovai Támis Institút munkatársa mezőgazdasági előadást tartott az IPARD előcsatlakozási pályázati lehetőségekről. Pénteken délután a helyi Matica Szlovácska szervezetében kézműves foglalkozást tartottak, ahol a gyermekek a felnőttek segítségével napraforgó virágokat készítettek. Ilyen rendezvényen úgy képzeltük el, hogy a gyerekek is részt vegyenek, hogy valamivel hozzájáruljanak az ünnepséghez, és úgy gondoltuk, hogy az idén csináljanak olyan napraforgócskákat, tehát aki tud, megcsinálja, aki nem lerajzolja, de valamilyen módon direkt, hogy vegyen részt a rendezvényen. Azelőtt a Matyicában, ez valójában Matyica ötlete, hogy úgy csináltuk, hogy kiflit süttünk, és belesegítettek a szülők. Na de most ott nem olyan körülmények vannak, mert dolgoznak a mesterek, és azt ilyes valamit nem tudtunk, és akkor már a tavaly is, meg most is úgy képzeltük, hogy itt kint a szabadba, hogy tudjanak mozogni a gyerekek, és hát élvezzék egy kicsit, és érezzék a saját bőrükön, hogy múlik az ünnepség valamilyen módon. Igen. A napraforgó is a... Nem kimondottan a buzaratáshoz, de ő az is egy gabonafajta. Igen. És így a gyerekek valójában jobban megtanulják, hogy mi minden is van az, igen, ami aratni való. Az is volt a cél, hogy azt is tudják, hát a tavaly a búzakalászval csináltuk, hogy ne legyen minden évben egyforma, akkor úgy képzeltük el, hogy az idén legyen így, ilyen módon. Ilyen módon csináltuk, és belesegítnek az óvodát is, elhívtuk személyesen, és itt vannak kolléganők, akik segítnek, hogy legyen, gyerekek élvezzenek, az a cél. Este a Gazdag háromnyelvű művelődési műsorban 5 együttes lépett a közönség elé, köztük a törökbecsei Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület tagjai is, akik a Hertelendi falvi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület meghívásának tettek eleget. Nagy örömmel is szívesen jöttünk ide föllépni, hiszen tényleg először jöttünk délre ennyire meghívásnak eleget tenni. Az év folyamán több helyre is járunk föllépni, az idén 15 éves a Csalogató Táncegyüttes, és hát a jubileumi műsorát is az idén ünnepelte. Thank you.
15 év folyamán cserélődött a tagság is, fiatalabbak is fölnőttek a táncegyütteshez, így most elég népes a tánccsoport, és hát az est folyamán felcsíki táncokat, illetve szilárdsági táncokat láthatott a közönség, illetve szlavóniai dalokat énekelt a fiúkórus. Több nemzetiségű műsor keretében a törökbecseieken kívül felléptek még szerb együttesek Ópáváról és Pancsováról, az antalfalvi, vagyis kovacsicai szlovák együttes, valamint a görögországi Jannina város népes tánc együttese. A 24. alkalommal megrendezett Hertelendi falvi aratónapok szombati napja délelőtt kirakodovásárral kezdődött, melyre a környék 8 nemzet 17 asszonycsoportja hozta el kézimunkáit, süteményeit és más termékeit. A székelykevei Varocska kézimunkacsoport idén ősszel ünnepli majd 20 éves fennállását. Járunk sok helyre, a délutánokra is, ilyen kirakodó helyekre is, és foglalkozunk festéssel, sokfajta kézimunkával foglalkozunk. A székelvarottas azt legjobban. Varga Erzsébet szervező az aratónapok kezdetéről és fejlődéséről beszélt. Ez elindult úgy, hogy csak a falu maga, a két kultúra egyesület és a falu népe csinálta. Közben aztán a Székely Magyar Művelődés Egyesület guzsajos asszonyai, meg a szlovák Zsetván guzsajos asszonyai kezdtek járni másfelé a standokval, a kézi munkával, a hagyományos kalácsokval, és úgy, hogy akkor voltunk hívva, s műes kellett, hogy hívjunk vissza vendégeket. A minden évben szokásos kézi kaszálás bemutatása idén sajnos elmaradt, mert az előző napi nagy esőzuhatag elásztatta az erre az alkalomra meghagyott kis búzatáblát. De mivel az idő kiderült, az utcai felvonulást megtartották. A népviseletbe ültezett hazai és vendég résztvevők zeneszó mellett vidáman mentek végig Hertelendi falva utcáin. Este a tombola játékkal megtartott víg hangulatú aratóbál zárta az idei rendezvényt mindkét helyi egyesületben. A Magyarországi Völgységi Önkormányzatok Társulásának és a Kaposmenti Társulás polgármesterei vajdasági tanulmányi körútjuk során Dél-Bánátba is ellátogattak. A Tolna megyei polgármesterek az aldunai székelyek falvaival ismerkedtek meg. Székelykeve és Sándor egyháza után Hertelendi falván megtekintették a református templomot és a gyülekezeti házat, melynek keretében óvodai helységek kialakításán dolgoznak.
A Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben az épülő tájház váltotta ki elsőként a vendégek érdeklődését. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, volt bonyhádi polgármester, segítette és részese volt a tanulmányútnak. Tolna megyében több kistérség működik, és két kistérségnek a polgármesterei nem is teljes számban jöttek el a bonyhádi önkormányzatoktól, szövetségétől, illetve a kaposmenti kistérségből érkeztek polgármesterek. Egy tanulmányútra egyébként az egész Kárpát-medencében most már végigmentünk, kezdve Felvidék, aztán Kárpátalja, Erdély, Muravidék, és most legvégül, bár már 3 éve szervezzük, vagy gondolkozunk ezen, jöttünk el ide a Délvidékre. Én ezeknél a településeknél vagyok országgyűlési képviselő, 58 település tartozik egyébként hozzám, és hát kézenfekvő volt az, hogy Szabadka nevezetességeit néztük meg köztük, egyébként a Pannon TV-nek az elkészülő székházát, a médiaközpontot, vagy médiaházat, aztán útközben még megálltunk Zentán, ahol a csataemlékére elkészült, tavaly elkészült gyönyörű templomot néztük meg, tekintettük meg, és utána pedig a bánáti részen Székelykevére érkeztünk tegnap este, ma Székelykevével, Sándor egyházával, illetve Hertelendi falvával ismerkedhetünk. Örülünk annak, hogy az elmúlt években ilyen sok sikert tudnak maguk mögött ezek a közösségek, és bár számukban egy kicsit megfogyatkoztak, de annál életerősebbnek tűnnek most. Én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak a támogatása nagyon fontos ahhoz, hogy ezek a közösségek a továbbiakban is meg tudjanak maradni. Egyrészt jelent ez oktatási, kulturális támogatást, másrészt pedig nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a gazdasági támogatások beindultak, és a szülőföldön való boldogulást támogatjuk. Több emberrel beszéltem olyanokkal, akik ezeknek a támogatásoknak köszönhetően maradtak itt a szülőföldön, illetve olyanokkal is találkoztam éppen tegnap, akik Németországból telepedtek vissza, és erősítették meg a vállalkozásokat, és azóta is azt mondják, hogy nagyon jól döntöttek, hogy hazajöttek. Úgyhogy számos olyan példa van már arra vonatkozólag, hogy jó ez a gazdasági támogatás, és hozzájárul ahhoz, hogy a magyar közösség meg tudjon erősödni újra. A református épülő óvodát is megtekintették, ahol már azért a gyerekek járnak egy kisebb terembe. Azt is a magyar kormány támogatásával valósítják meg. Évek óta épül ez az óvoda. Örülök, hogy most már ilyen szinten felépült, és annak is örülök, hogy egy kis csoportnyi gyerek jár oda. Innen is szeretném kérni a gyerek vagy a szülőket, hogy minél több gyereket írassanak be a magyar óvodába. Hogyha van lehetőség, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel. A kormánynak az óvoda fejlesztési programja azt jelenti, hogy minden magyar szülőnek, illetve vegyes házasságban született gyermeknek, magyar házasságból született gyermeknek próbáljuk megteremteni ezt a lehetőséget, hogy magyar óvodába írassák a gyerekeket. Szerintem nagyon fontos az, illetve nem csak szerintem, hanem mindenki szerint nagyon fontos az, hogy anyanyelvén tanulhasson, tanulmányait így tudja elvégezni. Az óvoda az emberi szocializációs folyamatnak az egyik leglényegesebb állomása, ezért Magyarországon például 3 éves kortól kötelező az óvoda. Jó lenne egyébként, hogyha a Kárpát-medence többi országa is ezt bevezetni, és úgy gondoljuk, hogy ezt viszont szocializálódni nyilván anyanyelven lehet a legeslegjobban. Ezért is fontos az, és örülök annak, hogy itt helyi szinten pedig a református egyház állt be az óvoda programunk mögé. Itt épül a tájház is a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben, ezt is megtekintették. Nagyon régi vágya az itteni közösségnek az, hogy egy állandó tájháza legyen.
Először úgy képzeltük meg, hogy egy régi házat veszünk meg, és azt fogjuk felújítani, de hát azt gondolom, hogy ez sokkal időtállóbb épület lesz, és több funkciója is lesz a tájház jelleg mellett, vagy a múzeumi jelleg mellett, mert vendégszobák kialakítására is mód van a tetőtérben, ezen kívül pedig a régi rész is tovább fog működni. Én jó ötletnek tartanám azt, hogyha egy helyi termékboltot is nyitnának, akár itt a tájházban, mert évente rengeteg csoport látogat el ide a délvidékre is. A legtöbb csoport nem hagyja ki Hertelendi falvát, és Hertelendi falván nagyon sokaknak jó kiegészítő fizetés lenne az, hogyha saját termékeiket itt el tudnák adni. Bonyhád jelenlegi polgármestere és a Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnöke Filóné Ferenc Ibolya vezette a delegációt. Remélem, hogy az ilyen látogatások segítik majd a további kapcsolatokat. Én hiszek abban, hogy az emberek közötti élő kapcsolat az erősíti. Fontos a hagyomány, a kultúra, hiszen egy gyökerekből származunk. Itt is elhangzott, hogy a mostani delegációnak a nagyobb része székely származású, bukovinai székely felmenőkkel rendelkezik. Fontos otthon is, és itt is a hagyományok őrzése, az anyanyelv ápolása, de ez akkor válik igazán szorossá, hogyha minél több élő kapcsolat fűzi össze. Én ebben hiszek, és ez a kirándulás is erre ad jó alkalmat. Höfler József, Kisvajka polgármestere először járt ezen a vidéken. Ez a délvidéki kirándulás már évek óta terveztük, hogy jövünk. Én megmondom őszintén, ez engem nagyon meglepett, főleg az itt önöknél is, hogy hogyan megélik a magyarságot, és hogyan tényleg milyen összefogás van, és az egész faluban, hogy próbálják fenntartani az óvodától kezdve a maguk kis közösségét. A 19 polgármester alkotta delegációt a Városházán fogadta Nemanja Rotár, a Pancsovai Városi Tanács művelődésért és ifjúságért felelős tagja. Azt követően megtekintették a belvárosi katolikus és a felújított református templomot. Végül a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület vendégei voltak. A tanulmány út résztvevői Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a Muravidék után látogattak délvidékre, útjuk a kazánszoros megtekintésével és a Nándorfehérvári vár látogatásával ért véget. Ennyit készítettünk mára. Értesítjük nézőinket, hogy Hertelendi falván folyamatban vannak az előkészületek az idei kirvály megünneplésére. A sok éves hagyományhoz híven szombaton pörkölt főző versenyt szerveznek a református imaház udvarán, majd a főztek elbírálása után a résztvevők átvonulnak a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület székházába, ahol egy üstbe kerül a bográcsok tartalma. A kirvályfa felállítása sem marad el. 20 órától kezdődik a kirvályi mulatság az Egyesület nagytermében, amelyre a belépőjegy ára vacsorával 500 dinár elővételben kapható. Vasárnap, kirvály napján délelőtt 10 órai kezdettel úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet lesz a református templomban. Mai adásunk ismétlését vasárnap reggel 7:30, este pedig 9:30 után láthatják. Új műsorral egy hét múlva, a megszokott időben, csütörtökön délután 12:30 jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!